Ez része a magyar intézetek programnak, magyar kulturális központok programjának. Egyébként úgy kapcsolódunk hozzá, hogy ez a Butler ház, ez egy jelképes történelmi épület. Azért, mert a Butler házban őrizték a magyar koronát egy éjszakán át, amikor Napóleon elől Munkácsra menekítették. Ez a település Dobó István szülőfaluja, és itt van, itt halt meg. Innét vitték át Dobó Ruszkára, ahol végül is el lett temetve. És viszont 1910-ben még mintegy 1000 magyar élt a településen, most viszont annak köszönhetően, hogy nem volt magyar iskola, már alig tudnak magyarul. A magyar nyelv kikopott a római katolikus templomból, kikopott a görög katolikus templomból, és töredékeiben élnek itt olyan magyarok, akik nyelvet váltottak. Tudjuk, hogy a Butler grófok története a különös házasságban megjelenik, az Egri csillagok regényből film is készült, ami népszerű volt a Szovjetunió területén is, ezért a főiskola úgy gondolta, hogy a turisztikai bázisa szempontjából meg kellene ezt az épületet vásárolni, felújítani, és egy magyar kulturális központtá alakítani, ahol a helyi KMKS szervezet, a helyi felnőttképzési központunk, a helyi vasárnapi iskola, ahol a gyerekeket tanítjuk írni, olvasni magyarul helyt kapna, de a legfontosabb az, hogy a turizmus bázisaként bemutatná a környéket. Szerenye arról is híres, hogy az 1400-as években a Magyarország leghíresebb borvidéke volt, amit most nagyon elhanyagoltak. Tehát lenne benne egy terem, ami bemutatná a magyar koronát, két nyelven, ukránul, magyarul, egy terem, ami a Dobó családnak és az Egri eseményeknek szentelnénk. Elképzeléseink szerint lenne egy, ami a Butler családról szólna. Egy a borvidékről, ami ezt mutatná be, és nagy álmunk az is, hogyha megkapjuk a jogokat, hogy a filmet levetíthessük, vagy mindenki megnézhesse tévén keresztül, úgyhogy szinkronizált ukrán felirattal. Ezáltal a mi turisztikai tanszékünk gyakorló telepéként bevonzaná a környéket, és a faluba is visszakerülhetne a magyar öntudat és a magyar értékrend abból a szempontból, hogy még az utolsó pillanatban megmentettük ezt a kúriát.